Az ENSZ-nek speciális missziót kell létrehoznia Ukrajna ideiglenesen megszállt területei lakosságának az Orosz Föderációba való tömeges deportálása tényeinek kivizsgálására. Jelentette ki Andrejsz Pildegovics, Lettország állandó képviselője az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén a három balti ország nevében. Számolt be az Ukrinform tudósítója. Az ukrán katonák Olenyivkában történt tömeges meggyilkolásával kapcsolatos tényfeltáró küldetéshez hasonlóan felszólítjuk az ENSZ-t, hogy hozzon létre egy missziót az ukrán állampolgárok deportálásának dokumentálására, mondta Pildegovics. A diplomata hangsúlyozta, hogy Oroszország ukrajna polgári lakossága elleni háborúja az orosz agresszió kezdete óta tudatos és következetes, amelynek célja az ukrán nép ellenállásának és szellemiségének meg Megtörése. Elmondása szerint, miután Ukrajnát nem sikerült legyőzni a harctéren, az orosz csapatok az ukrán civil lakosság terrorizálásával próbálják elérni céljaikat. Pildegovics hozzátette, hogy állami, nem állami és nemzetközi szervezetek megbízható jelentései szerint a megszállók több mint 1,7 millió ukrán deportáltak erőszakkal az Orosz Föderációba, köztük több mint 240 ezer gyermeket. Az orosz erők mintegy húsz úgynevezett szűrőtábort, illetve központot hoztak létre Ukrajna ideiglenesen megszállt területein, tette hozzá a diplomata.